Nagy valószínűséggel minden jel arra mutat, ha volt ősnyelv, az a mi nyelvünk volt. Legalábbis annak egyenes folytatása, legrosszabb esetben is. A magyar nyelv ugyanis nem csak egyszerűen, hanem sajátos tulajdonságai vannak. A magyar nyelvnek van emlékezete, a magyar nyelv az, hogy ragozó és képző, kell dolgozó nyelv. Ez azt jelenti, hogy a ragok valaha önálló jelentési szavak voltak, azok ma is, ha nem is gondolunk rá, a nyelv ezt tudja. Tehát ő tudja, hogy a naknek, ennek, annak, amannak az ugyanaz. Hogy a ról, ről, ból, ből, belőle, ettől, attól, amattól, ezek benne vannak, ez a tól-től, például benne van a tolmács szavunkban, valaki tölmás. Benne van például a tolvaj szavunkban, ettől, attól, el, tulajdoniktól. Tehát a ragok és a képzők egyrészt tovább ragozhatók, tovább képezhetők. Óriási lehetőség van a változatokra. A magyar nyelv alapja, ősi alapja a logika és a matematika. Sőt, minden magyar ember, akár tudja, akár nem, a kettes számrendszer szerint gondolkodik és beszél. És ehhez alakult a nyelv is. Ez a kettes számrendszer nem más, mint egy a világnak az az ősi felismerése, hogy akkor egész, és itt megállok, mert az egész szavunknak az elejében ott van az eg, ez ugyanaz az eg, mint a halotti beszédben az ig, Helmond tiltőha őt igva gimilcsitől, azaz egy fa gyümölcsétől, ez az egy. És még egyszer előfordul a halotti beszédben. Tehát az egész, az az egész ember, az az egészséges ember, akinek két keze, két lába, két füle, két térde, stb. Van. Tehát az az egész, amely kettő. Ez működik úgy is, hogy egy sorszavunk, amely eggyel kezdődik, például egyenlet. Két része van. Egyenlő, két része van. Ki egyenlít? Ugyanaz van mind a két oldalon. Van legalább 80-100 szavunk, ami egyel kezdődik, és kettő, legkevesebb kettőről szól. Például együtt. Legkevesebb ketten vannak. Együttes. Abban is legkevesebb ketten vannak. Egyveleg. Abban is legkevesebb két dolgot keverünk össze. Ez az egyvel egy valójában. Csak az utolsó gyé az lekopott. Tehát a magyar nyelvre a matematika a köznapi beszédben is jellemző. Mondok egy példát, azt mondom, hogy megvettem. Vagy azt mondom, hogy vettem. Ezeket a próbákat én elvégeztem 80-100-200 ember előtt, hogy ilyen szavakat mondtam, amelyekben szerepel ez az ige kötő meg. Ugyanolyan hangsúlyjal mondtam, mégis mindenki azt mondta, hogy az a szó a hangsúlyosabb, amelyikben a meg ott van. Hát honnan? És miért? Miután mindennek oka van, mint mondtam, logika, nagyon egyszerű, a magyar nyelvben a megnek egy különleges szerepe van. Az összeadás szerepe, a növelő szerepe, 5 meg 8, 28 meg 35. Tehát ez, hogy ezt a meg képviseli, a nyelv tudja. Éppen ezért, ha nem is hangsúlyozzuk, de használjuk, megláttam, megtudtam. A megnek ez a nyomatéka, ez az ereje, a számokból következő ereje ott van a szóban, akár tudunk róla, akár nem. Vagy mondok egy olyan szót, amit ismernek már, ismerhető a 20 című versből, amelyik így kezdődik, hogy bús düledékeiden. Most itt a düledékeiden az érdekes. Azért, mert ez legalább 7 szó. Dül, régiesen a düle, düledék, düledéke, düledéke i, düledéke id, düledéke iden. Tehát ennyiből áll össze. Másik dolog, amit így verseket írván rájöttem, hogy a magyar nyelvben a jelentés tartalmat a mással hangzók hordozzák elsősorban. Tehát ha
Csupa más hangzókat mondunk, mi magyarok, akkor is megértjük egymást. Nem csak ilyen esetekben, hogy tilpli migyir hizi, itt zidi misdi csihi, ugye, mert ez egy ismert szöveg. Talpra magyar, hi a haza. Ezt tudom mondani, telpra magyar, heheze, tölpra magyar, heheze, akkor is megértjük. De közönséges szöveget. Elég azt mondanom, hogy ti migyirik, figyeljitek inrim, likti migyirzitek, mitikirik, mindininiktik. Négyén figyeltek, mégis értitek. Csupa ível. Most ebből következtettem arra, hogy ahogy a természetben is van, a csecsemő is először érzelmi hangzókat ejt, azaz nem is hangzók azok, magánhangzók. És amikor a tudatosság elkezdődik benne, tudatos gondolkodás, akkor kezdi formálni a mással hangzókat. Vagyis az értelem a mással hangzókhoz kapcsolódik, egy karó. Úgy állnak ezek a mással hangzók. Innentől kezdve úgy figyeltem a nyelvet, hogy mással hangzó képleteket kerestem. Mert gondoltam, ha mással hangzók meghatározzák, akkor ezt a nyelvnek bizonyítani kell. Mondjuk legyen a K, és legyen az R. Nem véletlenül vettem persze, de bármelyiket vehetnénk. Csak ebből jobban meg tudom értetni, hogy miről van szó. Ez a két hangzó, egyrészt a K, az egyik kemény mással hangzónk. Két kemény mással hangzó van, a K és a T. Hogy ez így van, mondok valamit, hogy például a kő hangzóban, vagyis a kő szavunkban a K van benne, ettől ez kemény. Kemény, koppan, kattan, stb. Tehát a hangutánzáshoz szükség van erre a kemény mással hangzóra. Ugyanúgy a T-nél is. Az R pedig úgy ejtjük, mint a forogna a nyelvünk. Irek, forog, pirek, pörög. A tanító néni még nekünk úgy tanította, hogy fiam, figyeljék, rrrr. Na most miért érdekes ez? Azért érdekes, mert ez a két hangzó együtt van a szó tövébe, például kerék, karika, karima, korona, körülbelül 4-500 szót tudok így, amiben ez van a szó tövében, azokban mind kerekségre, körre, karikára utaló jelentéstartalom van. Csak érdekességként mondom, hogy például a törökben a kerék, az tekerlek. Ott is benn van a szó közepén. Magyarban pedig nem csak a K hangzó, hanem a K-nak a zöngés párja, a G hangzó, tehát a G plusz R, ezt is azt jelenti. A gurul, gördül, gerinc, nem akarom az végig mondani, mert mondom, mint egy 500 ilyen szavunk van, amelyben a körre, karikára, gurulásra, átfordulásra, kacskaringóra utaló jelentések vannak. Mindegyikben. Tehát ez hordozzák a jelentések. Most az R hangzót, ahogy mondom, amikor formáljuk az R hangzót, mintha forogna a nyelvünk. Na most ez a dolog átjön az R hangzóba, mint jelentéstartalom, és meghatározza, akár akarjuk, akár nem. Az R hangzó bárhol előfordul, egymagában is. Ír, ró, rajzol, ime. Mindegyik ott van a kacskaringó. Hogy a magyar nyelv mennyire logikusan és szorosan kapcsolódik a számhoz. Az az egész, ami kettő. Most ez olyan ősi tapasztalatból, természetes tapasztalatból van, ahhoz, hogy egy ember létrejöjjön, legkevesebb kettőre van szükség. Ez bármilyen furcsa, a magyar nyelv ezt tudomásul vette, nem tudom hány százezer éve, és ebből alkotta meg a saját rendszerét. Tehát a magyarban az egyszemű ember, az félszemű ember. Az féllábú, a félkezi, félkarú. A féleszű is együgyű. Tehát mindegyiknél ott van az egy, megjelenik. Vagy ez a formátum, hogy a pohár félig tele van. A pohár félig üres. A magyarban a fél, az egy és az egy-kettőnek a jelentése, az arány jelentése, az azonos. Azonos, mert a fél, az valójában nem fél, nem halb. Mert a feleim, ugye, és ügyfél, ezek egész emberek, mind. Az érdekessége ennek az, hogy a félnek két jelentése van. Tehát mindig meg kell keresni az ős szavainknak a legalább a második jelentését, valamelyiknek nagyon sok van. De a félnek két fontos jelentése van, egyrészt, hogy nem egész, másrészt, ugye, hogy valaki fél. És ki fél? Mindig az fél, aki védtelen. Na
Most akinek fél szeme, fél lába, fél karja, fél lába volt, az félhetett, hogy bármi történt, akkor hát ő nagyobb veszélyben volt, mint más. Bármilyen furcsa, mert minden ősszavunkat vissza tudom vezetni, az elvont fogalmakat is valódi dolgokhoz. A világon mindenütt a gyermekek egy nyelven beszélnek. Úgy nagyjából egy-másfél éves korukig. Ugye ez több hónap ide-oda eltérő, egyedenként. Viszont a magyar gyermek már, úgy mondjam, tudatosan a mással hangzókat akkor kezdi formálni, amikor valamit ki akar fejezni. Tehát mama, papa kétszer mondja. Azért mondja kétszer, mert a pa az még ő neki semmi. Ő bizonyítani akarja, hogy ő azt tudja. Tehát megismétli, papa. Ez már a kettes számrendszernek egy másik kis árnyalata. Hogy kettőzi, sok ilyen van, didi, cici, sok van, száz szavunk van ilyen. Ez a gyermek bizonyítása arra nézve, hogy ő már beszél, és tudja, hogy mit mond. A magyarság ősei jó részt a Kárpát-medence ősnépe. Na most a Mario Alinei pedig az etruszkokról írta meg a könyvet, az etruszko una forma archaica de ungherese, az azt jelenti, hogy az etruszk a magyar nyelvnek egy ősi archaikus változata. Hogy tartozik ez ide? Úgy, hogy szerinte az etruszk magyarok az időszámítás előtt körülbelül 4000-ben már itt voltak, és nagyon jelentős műveltséget hoztak létre. Ebben kohók épp úgy benne voltak, mint a kard kalapálás, mint a vízmérnökség, mert ezeket írja, hogy ezeket vitték le aztán később Etrúriába, illetve a mai Toszkánába. Főleg a vízmérnökséget, a házépítést, mert a ház is ott van, ugye? Az sem véletlen, a ház köré is egy egész sereg szó tartozik. H plusz Z, ez a ház. Nem német eredetű, még a finnugrista nyelvészek szerint is ősi magyar szó. Mi az érdekes ebbe? Az az érdekes ebbe, hogy aki azt a dolgot megcsinálta, létrehozta, az nevezte meg. Tehát nem megépítették a házat, akkor nem azt mondták, hogy itt van egy hanem az lett a ház. És miért? Azért, mert a házhoz tartoztunk. Mert a házhoz, hozhez mentünk haza. Tehát nekünk, a hazánk és a házunk ugyanazokból a hangzókból áll. Kis árnyalat. Még egy hangzó oda kerül, és a házból haza lesz. Tehát ezért mondja a magyar, hogy nekem ott van a házam, ahol a hazám. Mondok egy mondatot. Ez így hangzik, hogy meghivattathatnátok. Ez egy nyelvi csúcstechnológia. Mert bármilyen nyelven, ezt ugye jól beszélők, hát barátaim vannak, franciák, angolok, finnek, magam finnből fordítottam a legtöbbet, 200 verset. Tehát 6-7 nyelvből fordítottam magam is. Bár ez nem jelentős műfordítás, de mégis tudtam, össze tudtam hasonlítani sok mindent. Tehát van nekünk ez a szavunk, hogy meghivattathatnátok. Ez csupa a megkivételével, amiről beszéltünk, a nyomatékos összeadó szó kivételével, ez tarthatgatnak. Ugye ezek ilyen nyelvi csúcstechnológiák, amiket egymáshoz rakosgathatunk, és akkor kérem szépen, ez tulajdonképpen a ragozás. A szóragozás ilyen módon már szórakozás lesz, legalábbis nekem, mert én nagyon élvezem. Tehát ezt, hogy meghivattathatnátok, ezt angolul, németül, olaszul, sok nyelven, vagy 7-8 nyelven megnéztem, ezt ezeken a nyelveken 6-7 szóval tudják kifejezni. De mi is tudunk, másként el tudjuk ezt mondani, mellékmondatokkal. Talán szólhatnátok nekik, hogy hivattassanak meg. Tehát van egy csúcstechnológia, és van egy rendes, mint a többi nyelvek. Az elvont fogalmakhoz is, az ősi elvont fogalmakhoz is, szálak vezetnek, logikai szálak. Itt van a fog, ami a számban van, ez a műanyag. Ezt kérem szépen, biztos, hogy azzal függ össze, hogy megfog, elfog, de ezzel függ össze a fogalmazás is, hogy fogalmam sincs. Tudnék, a nyelv nem hozott létre új szavakat, mert felesleges volt. Addig elhisszik, hogy itt arról van szó, hogy megfog, mert a magyar, ha valamihez nagyon ragaszkodik, mit mondunk? Hogy foggal, körömmel. Tehát összefogva. Tehát így a fogda, fogói, fogság, és így tovább logikus. Azonban a többi is ugyanígy logikus, csak már mi nem gondolunk rá. De a nyelvünk azonban tudja. Lovas nép vagyunk, a lovakhoz sok minden köt bennünket. Ez is egy nagyon érdekes, ugye van ez a szavunk, hogy lóhalálában. Ez pont azt jelenti,
amit kimondunk vele. Azt jelenti, hogy a ló olyan gyorsan vágtatott, hogy abba belepusztult. Na most a gyorsaságnak van a szinonimája, a rokon értelmű szava, ez a sebesség. És megint nem véletlenül, itt többfajta logikai kapcsolat van. Mert a ló valójában a sebességbe pusztul bele. Ez a seb, ez valódi seb. Miközben fut, megerőltetik, agyon erő, tele lesz sebekkel. Tehát sebe, innen van ez a szavunk, hogy sebesség. Így van benne logikusan a seb abban a szóban, ami gyorsaságot jelent. Ha valaki nem hiszi el, magyar nyelv bizonyítja. Mert azt mondom, hogy sebben lobbal. Mit mondom? Azt, hogy gyorsan. Azt mondom, kérem szépen, hogy septiben. Megint csak azt jelenti, hogy gyorsan. Tehát így került bele a seb ezekben a jelentésekben. Sok ilyen van, az egész nyelvünk ilyen. Most azért említettem én a lovat, mert a lónak mi legalább 5-600 szót köszönhetünk. Így is Gyula írja még egy helyütt, hogy annak idején egy magyar csikósnak csak a lóra 150 szava volt. Én már utána néztem, több mint 300-at összeírtam. De ebben az is benne van, amit az éjjés nem számított, de például a vágta. Amikor a ló gyorsul, úgy tud gyorsulni, hogy beleüti a patáját, beleüti akár a fűbe, akár a földbe, és kivágja onnan. Egy kis darabot kivág. Egyébként, ha galopba megy, akkor az egész talpa él le, akkor nem vág ki. Tehát megint csak egy valós, igazi dolog az, hogy kivág, azzal jelezünk gyorsaságot. Tehát ez a kapcsolat megvan. Vagy hogy egymást nézzük, akkor látjuk egymás arcán a legrövidebb időt. Minden nemzet látja a világon, minden ember, csak a nyelv nem vette ezt tudomásul, és nem használja. Ez a legrövidebb idő, ez a pillanat. Mert a magyarban a pillanatot. Egy pillanat mondjuk. De azt is mondhatjuk, az, hogy elpillad a szemünk. Mint a pillangó. Tehát itt is egy egész kör jön létre, ahogy ez a rebbenés, ugye itt van a szemünkön, és a nyelv csodálatosan kialakult ebből. Hogy ez a nyelv olyan, minthogyha ezt mérnökök, tudósok, költők, kisgyermekek együtt alkották volna meg. Bizonyos szavaink fizikai törvényt helyeznek ki. A magyarban minden, ami itt, erre, ide, emerre, emez, mind magas hangú. Mi ebben az érdekes? Ami ott, arra, amoda, az mind mély hangú. Miért? Mire gondolunk ekkor? Hát a Doppler-féle elvre. A felünk közeledő bármi, az így jön, hogy jön egy magas hang, akár motornak a hangja, de még a nyíl is így jöhetett. Ezer évekkel hallott, hogy beleállt ugye a fába, ha nem én belém. Mert ha én belém állt, akkor azt éreztem, milyen fájdalmat éreztem? Szúró fájdalmat. És ezt nem is kell mondania, csak azt mondom, hogy jaj, belém nyilalt. Így emlékezik a nyelv. Nem kell, hogy fájdalom meg szúró. Ha azt mondom, hogy belém nyilalt, akkor az nyíl. A nyílról tudunk. Már nem gondolunk a nyílra, de használjuk. Most megnéztem sok nyelven, angol, orosz, német, stb. Ebben nincs benne a nyíl. Nincs benne a nyíl. Ahogy a lovagolni szóban, ezekben a nagy nyelvekben nincs benne a ló, és így tovább. Tehát a magyar a valóság nyelve, az ősi valóság nyelve is egyúttal. Árpád nevünk. Az Árpád nevünk, azzal már foglalkoztam, 1974-ben már megjelent egy tanulmányom a Tiszatájban az Árpádról, de akkor csak az török, finn és a magyar nyelvet figyeltem, és csak az ár szóval foglalkoztam. Mert az ár az összefügg az értékkel. Egy dolog értékét mai a köznapi életben az ár is jelzi. 5-6 éve, amikor foglalkoztam már a szanszkrittal, akkor elkezdtem foglalkozni a páddal. Ár, pád. Ugye az első az úr. Finnben is van például 30-valahány olyan szó, amelynek a szótövében ott van, hogy árvoinen, árpoinen. Az árpá azt jelenti finnül, hogy sors. Veti árpá, sorsod vetni. Tehát nem igaz, hogy nem rokon nyelv a finn, szóval ez abszurdul. Csak az nem igaz, amit a finnulisták sok mindenben mondanak. Nekem a finn professzorok mondták én, hogy kikérik maguknak, amit a finn, vagy magyar finnulisták állítanak, például a finn őshazáról. Ők 10 000 éve őshonosok Finnországban. Most csak ezt még befejezve ezt a részt, hogy a pádból van a pádre, a páder és a padisa. Tehát az árpádban benne van az úr és a főnök.
úr és a fenséges vezető, a legnagyobb vezető. Ebben a névben benne van. Szeretem a finneket. Én finnből fordítottam a legtöbbet, több mint 200 verset meg is jelent kötetbe is, tehát nyugodtan beszélhetek, sőt észből, mansivagulból is fordítottam eredetiből. A finneknek, tehát az a véleményük, tudós finn professzoroknak, hogy a magyar finnugristák rosszul határozzák meg az, a finnek őshazáját. Ők ugyanis őshonosok 10 000 éve itt a balti részeken. És ebben az az érdekes, hogy a finnugrizmus Magyarországon dogmává vált, és úgy viselkednek egyes képviselői, mint az inkvizíció, hogy ami nem az ő szája íze szerint van, azt lefejezni, eltüntetni. Ez szó szerint így van. Na, nem akarok erről többet beszélni, a lényeg az, hogy a finn nyelv is rokon nyelv, itt nincs vita, de rokon nyelv a török is. Itt van ez a szavunk, hogy fázik. Mi van benne? A fa. Vagyis kérem szépen, aki fázik, fát keres. Egyik könnyen, hát hogy meleget hozzon létre, hogy ne fázzon tovább. Tehát nem csak ugye semmiből van egy szó, és az azt jelenti, hogy most én fázom. Nem. Fára van szükségem. Jelzem, hogy mit, miért csinálok. Na most ebben az az érdekes, hogy ez ugyanúgy, hogy megkérdezték ezelőtt 200 000 éve, hogy hol van az a botond? Mondták, hogy fázik. Mindenki tudta, hogy száraz fa után mászkál. Tüzet akar gyújtani. Ma megkérdezik, hol az a botond? Hát nőzik. Mindenki tudja, hogy nők után jár. Tehát nyelvtanilag is teljesen rendben van a dolog. Nagyon fontos, az Alinei elmondta nekem, hogy ő már 20 éve foglalkozott a magyar etruszk nyelvrokonsággal, és egyszer csak eszébe jutott, hogy megnézi már ezt a magyar történelmet. És akkor kiderült, hogy az magyar történelemben is kérem, kettős vezetés volt. A nyula és a kende. És milyen vezetés volt az etruszkoknál? A gzila és a kündő. Hát azt mondja, ennyi véletlen már nincs, hogy ez is egyezzen. Ennek döntő szerepe van, ugyanis az Európa műveltségét nem a rómaiak, nem is a görögök alapozták meg, az etruszkok. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy latin kölcsönszó, az kutya füle, az régi ősi magyar etruszkból jön át, mert arra épült. Minden jel arra mutat, ha volt ősnyelv, az a mi nyelvünk volt. Legalábbis annak egyenes folytatása, legrosszabb esetben is. De a félnek két fontos jelentése van, egyrészt, hogy nem egész, másrészt ugye, hogy valaki fél. És ki fél? Mindig az fél, aki védtelen. Na most, akinek fél szeme, fél lába, fél karja, fél lába volt, az félhetett, hogy bármi történt, akkor hát ő nagyobb veszélyben volt, mint más. Bármilyen furcsa, mert minden ősszavunkat vissza tudom vezetni, az elvont fogalmakat is valódi dolgokhoz. A világon mindenütt a gyermekek egy nyelven beszélnek. Úgy nagyjából egy-másfél éves korukig. Ugye ez több hónap ide-oda eltérő, egyedenként. Viszont a magyar gyermek már, úgy mondjam, tudatosan a mással hangzó akkor kezdi formálni, amikor valamit ki akar fejezni. Tehát mama, papa, kétszer mondja. Azért mondja kétszer, mert a pa az még ő neki semmi. Ő bizonyítani akarja, hogy ő azt tudja. Tehát megismétli, papa. Ez már a kettes számrendszernek egy másik kis árnyalata. Hogy kettőzi, sok ilyen van, didi, cici, sok van, 100 szavunk van ilyen. Ez a gyermek bizonyítása arra nézve, hogy ő már beszél. És tudja, hogy mit mond. A magyarság ősei jó részt a Kárpát-medence ősnépe. Na most
és meghatározza, akárjuk, akár nem. Az elhangzó bárhol előfordul, egymagában is. Ír, ró, rajzol, ime. Mindegyik otthon a kacskaringó. Hogy a magyar nyelv mennyire logikusan és szorosan kapcsolódik a számhoz. Az az egész, ami kettő. Most ez olyan ősi tapasztalatból, természetes tapasztalatból van, ahhoz, hogy egy ember létrejöjjön, legkevesebb kettőre van szükség. Ez bármilyen furcsa, a magyar nyelv ezt tudomásul vette, nem tudomány százezer éve, és ebből alkotta meg a saját rendszerét. Tehát a magyarban az egyszemű ember, az félszemű ember. Az féllábú, a félkezi, félkarú, a féleszű is együgyű. Tehát mindegyiknél ott van az egy, megjelenik. Vagy ez a formátum, hogy a pohár félig tele van, a pohár félig üres. A magyarban a fél, az egy és az egy-kettőnek a jelentése, az arány jelentése, az azonos. Azonos, mert a fél, az valójában nem fél, nem halb, mert a feleim, ugye, és ügyfél, ezek egész emberek, mind. Az érdekessége ennek az, hogy a félnek két jelentése van. Tehát mindig meg kell keresni az ős szab. Párból van a padre, a páder és a padisa. Tehát az Árpádban benne van az úr és a főnök. Úr és a fenséges vezető. Nagyobb vezető. Ebben a névben benne van. Szeretem a finneket. Én finnből fordítottam a legtöbbet, több mint 200 verset meg is jelent kötetben is, tehát nyugodtan beszélhetek, sőt észből, mansivagulból is fordítottam eredetiből. A finneknek, tehát az a véleményük, tudós finn professzoroknak, hogy a magyar finnugristák rosszul határozzák meg a finnek őshazáját. Ők ugyanis őshonosok 10 000 éve itt a balti részeken. És ebben az az érdekes, hogy a finnugrizmus Magyarországon dogmává vált, és úgy viselkednek egyes képviselői, mint az inkvizíció, hogy ami nem az ő szája íze szerint van, azt lefejezni, eltüntetni. Ez szó szerint így van. Na, nem akarok erről többet beszélni, a lényeg az, hogy a finn nyelv is rokon nyelv, itt nincs vita, de rokon nyelv a török is. Itt van ez a szavunk, hogy fázik. Mi van benne? A fa. Vagyis kérem szépen, aki fázik, fát keres. Egyik könnyen szépen. Hát, hogy meleget hozzon létre, hogy ne fázzon tovább. Tehát nem csak ugye semmiből van egy szó, és az azt jelenti, hogy most én fázom. Németországon dogmává vált, és úgy viselkednek egyes képviselői, mint az inkvizíció, hogy ami nem az ő szája íze szerint van, azt lefejezni, eltüntetni. Ez szó szerint így van. Na, nem akarok erről többet beszélni, a lényeg az, hogy a finn nyelv is rokon nyelv, itt nincs vita, de rokon nyelv a török is. Itt van ez a szavunk, hogy fázik. Mi van benne? A fa. Vagyis kérem szépen, aki fázik, fát keres. Egyik könnyen szépen. Hát, hogy meleget hozzon létre, hogy ne fázzon tovább. Tehát nem csak ugye semmiből van egy szó, és az azt jelenti, hogy most én fázom. Nem. Fára van szükségem. Jelzem, hogy mit, miért csinálok. Na most ebben az az érdekes, hogy ez ugyanúgy, hogy megkérdezték ezelőtt 200 000 éve, hogy hol van az a botond. Mondták, hogy fázik. Mindenki tudta, hogy száraz fa után mászkál. Tüzet akar gyújtani. Ma megkérdezik, hol az a botond. Hát nőzik. Mindenki tudja, hogy nők után jár. Tehát nyelvtanilag is teljesen rendben van a dolog. Nagyon fontos, az Alinei elmondta nekem, hogy ő már 20 éve foglalkozott a magyar etruszk nyelvrokonsággal, és egyszer csak eszébe jutott, hogy megnézi már ezt a magyar történelmet. És akkor kiderült, hogy az magyar történelemben is kérem kettős vezetés volt. A nyula és a kende. És megkérdezik, hol az a botond? Hát nőzik. Mindenki tudja, hogy nők után jár. Tehát nyelvtanilag is teljesen rendben van a dolog. Nagyon fontos, az Alinei elmondta nekem, hogy ő már 20 éve foglalkozott a magyar etruszk nyelvrokonsággal, és egyszer csak eszébe jutott, hogy megnézi már ezt a magyar történelmet. És akkor kiderült, hogy az magyar történelemben is kérem kettős vezetés volt. A nyula és a kende.
És milyen vezetés volt az etruszkoknál? A gzila és a kündő. Hát azt mondja, ennyi véletlen már nincs, hogy ez is egyezzen. Ennek döntő szerepe van, ugyanis a Európa műveltségét nem a rómaiak, nem is a görögök alapozták meg, az etruszkok. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy latin kölcsönszó, az kutya füle, az régi ősi magyar etruszkból jön át, mert arra épült a latin. Minden jel arra mutat, ha volt ősnyelv, az a mi nyelvünk volt. Legalábbis annak egyenes folytatása, legrosszabb esetben is. Ja, még egy helyütt, hogy annak idején egy magyar csikósnak csak a lóra 150 szava volt. Én már utána néztem, több mint 300-at összeírtam. De ebben az is benne van, amit az éjjés nem számított, de például a vágta. Amikor a ló gyorsul, úgy tud gyorsulni, hogy beleüti a patáját, beleüti akár a fűbe, akár a földbe, és kivágja onnan. Egy kis darabot kivág. Egyébként, ha galopba megy, akkor az egész talpa él le, akkor nem vág ki. Tehát megint csak egy valós, igazi dolog az, hogy kivág, azzal jelezünk gyorsaságot. Tehát ez a kapcsolat megvan. Vagy hogy egymást nézzük, akkor látjuk egymás arcán a legrövidebb időt. Minden nemzet látja a világon, minden ember, csak a nyelv nem vette ezt tudomásul, és nem használja. Ez a legrövidebb idő, ez a pillanat. Mert a magyarban a pillanatot. Egy pillanat mondjuk. De azt is mondhatjuk, azt, hogy elpillad a szemünk. Mint a pillangó. Tehát itt is egy egész kör jön létre, ahogy ez a rebbenés, ugye itt van a szemben, és a nyelv csodálatosan kialakult ebből. Hogy ez a nyelv olyan, minthogyha ezt mérnökök, tudósok, költők, kisgyermekek együtt alkották volna meg. Bizonyos szavaink fizikai törvényt helyeznek ki. A magyarban minden, ami itt, szálak vezetnek, logikai szálak. Itt van a fog, ami a számban van, ez a műanyag. Ezt kérem szépen, biztos, hogy azzal függ össze, hogy megfog, elfog, de ezzel függ össze a fogalmazás is, hogy fogalmam sincs. Tudnék, a nyelv nem hozott létre új szavakat, mert felesleges volt. Addig elhiszik, hogy itt arról van szó, hogy megfog, mert a magyar, ha valamihez nagyon ragaszkodik, mit mondunk? Hogy foggal, körömmel. Tehát összefogva. Tehát így a fogda, fogói, fogság és így tovább logikus. Azonban a többi is ugyanígy logikus, csak már mi nem gondolunk rá. De a nyelvünk azonban tudja. Lovas nép vagyunk, a lovakhoz sok minden köt bennünket. Ez is egy nagyon érdekes, ugye van ez a szavunk, hogy lóhalálában. Ez pont azt jelenti, amit kimondunk vele. Azt jelenti, hogy a ló olyan gyorsan vágtatott, hogy abba belepusztult. Na most a gyorsaságnak van a szinonimája, a rokon értelmű szava, ez a sebesség. És megint nem véletlenül, itt többfajta logikai kapcsolat van. Mert a ló valójában a sebességbe pusztul bele. Ez a seb, ez valódi seb. Miközben fut, megerőltetik, agyon erő, tele lesz sebekkel. Tehát sebe, innen van ez a szavunk, hogy sebesség. Így van benn logikusan a seb, abban a szóban, ami gyorsaságot jelent. Ha valaki nem hiszi el, majd a